engedi át. Még a vizet sem. Még végszer. Sok szeretettel köszöntök mindenkit Zsiga bácsi 90. születésnapja alkalmából megrendezett ünnepségünkön. Sokat gondolkoztam rajta, mit is mondhatnék Zsiga bácsi tűzoltó pályafutásáról, hiszen mikor nyugdíjba vonult 1983. februárjában, én akkor kezdtem óvodába járni. Így nemhogy még nem voltam tűzoltó, de emlékem sem lehetett az akkori tűzoltóságról, Zsiga bácsi pályafutásáról. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Bizonyosan állíthatom, hogy Zsiga bácsi a megyében a legidősebb nyugdíjas tűzoltó, melynek természetesen nagyon örülünk. Azt kívánom valamennyi nyugdíjas kollégánknak, hogy Zsiga bácsihoz hasonlóan sorra ünnepelhessük a 90 éves születésnapjaikat. Végezetül szeretnék a magam, a Hajdúnállási Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Hajdúnállási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság nevében gratulálni Zsiga bácsinak 90. születésnapja alkalmából. Kívánok neki és családjának nagyon jó egészséget, gondtalan életet a további nyugdíjas éveire. Megengeditek, hogy én annyira meg vagyok életőben. Megtiszteltetek ebből az ünnepléssel. Nagyon szépen köszönöm, és kívánom nektek, hogy ti is éljétek elébe egészségbe ezt a kortát, amit én éltem elébe egészségbe. Hát mi is a nyugdíjas kollégák közül, többen ismerjük már Zsiga bácsit gyerekkorunk óta, hisz vagyunk itt ketten a témáimbeivel. Édesapánk is tűzoltó volt, és sokat bejártunk kicsikorunktól a tűzoltó alattanyába, és megismertük a Zsiga bácsit. Gyerekként is nagyon sok jó szóval volt felénk, jól esett, és utána is, mikor már nagyobbak voltunk, bejártunk biliárdozni, mivel ott volt erre is lehetőség, és utána, mikor állományba kerültünk mink is a témáimrével, utána sok segítséget kaptunk tőle, de mondhatom, hogy a többi nyugdíjas kollega is sok segítséget kapott tőle szakmai vonatkozásban, de más területen is az élet területén. Hát igyekeztünk a nyugdíjas kollégákkal egy kis szerény ajándékkal megjutalmazni, vagy elismerni Zsiga bácsinak a tevékenységét. Hát elsőként egy ilyen emléklapot szeretnék átadni a Zsiga bácsinak, aki még esetleg nem látta, de később majd ugye meg tudjátok nézni. Biztos tudom, hogy a lakás bizonyos pontjára ez jó helyre fog kerülni, és kívánok én is a Zsiga bácsinak, illetve családjának nagyon hosszú életet és boldogságot, erőbe, egészségbe.